Természetesen mindenki csalódott volt, hiszen nem érdemeltünk vereséget Felcsúton. Viszont továbbra is vezetjük a bajnokságot, és most már előre a következő találkozóra tekintünk. Mindenki nagyon motivált, hogy győzelmet arassunk. Örülök neki, hogy idegenbe is sok szurkoló elkíséri majd a csapatot, hiszen ezek a meccsek is nagyon fontosak, a drukkerek támogatása pedig nagy löketet adhat nekünk. Más mérkőzés lesz, mint a Puskás elleni, hiszen a DVTK más stílusban, más játékrendszerben játszik. Kielemeztük az ellenfelünket, átbeszéltük a játékosokkal, hogy mire kell figyelniük, és készen állunk az összecsapásra. Valószínű, hogy változtatunk a kezdőcsapatunkon az előző meccshez képest, de mindenki, aki pályára lép, egységesen fog küzdeni a Ferencvárosért.